Üdvözletem mindenkinek, itt újra Gred. Eljött a 25-e, úgyhogy ideje lesz nekiállni a WC-nek, ugye, amit már mutattam ittben. Most majd megmutatom, hogy milyen volt, és megmutatom majd, hogy milyen lesz. Ugye vettem egy-két dolgot, ott lehet látni. Ott van egy csempefűrész, egy gletvas, csemperagasztók, meg a csempék lényegében. Ugye ezeket vettem, és megpróbáljuk megcsinálni szuperre ezt a kis odut, ezt a kis WC-t. Aztán már kiderül lényegében, hogy milyen lesz, ezt majd úgyis látni fogjátok. Minden esetre úgyis majd a végeredményt szeretném majd megmutatni, úgyhogy olyan nem nagyon lesz olyan hosszú ez a videó, de egy-két ilyen betekintés, amint éppen fogom csinálni a dolgot, azt mindenképpen föl fogom venni, mert nem akarom, hogy azt higgyétek, hogy valaki más csinálta meg, közben én csináltam meg. Úgyhogy lényegében remélem, hogy jó lesz, meg hogy nektek is fog tetszeni. Ugye a burkolószakot azt én nem csináltam végig, egy évig csináltam, úgyhogy remélem, hogy ahhoz képest, hogy egy év alatt mit tudtam magamba préselni, azért jó lesz, macska. Ott ment egy macska sutyomba. Úgyhogy most nekiállunk, és megnézzük, hogy milyen lesz a végeredmény. És egyből kezdődnek a bajok, mert nem tudom, hogy hova tettem a spatulit. A spatulát. Úgyhogy ezt mindenkelőtt meg kell keresnem, mert le kell kapargatnom oldalról a dolgokat. Csak tényleg nem tudom, hogy hova raktam. Melyik szobába, vagy hova. Remélem, itt lesz valahol. Itt tuti fix, hogy nincs. Úgyhogy akkor most keressük meg a spatulát, és úgy tudjuk csak neki indulni, kezdeni. Hát, mivel nem lett meg a spatula, ezért úgy gondoltam, hogy ezzel kéne valahogy normális szintbe húzni, csak hát ez nem ugyanolyan, úgyhogy kicsit fura lesz. Végül ennek ugye a lényeg az, hogy kiegyenlíteni kell a falat, hogy legyenek ilyen hopnik rajta, meg ilyenek. Aztán lényegében ennyi, meg ugye le kell mosni, aztán kész. Ilyenek ne legyenek rajta. Óvazd meg! Oha! Ott bajok lesznek. Azt a rohadt kurva eget. Sikerült olyan jól belevágnom az ujjamba, hogy kiszedtem konkrétan egy bőrdarabot belőle. Úgyhogy ez nem a legmegfelelőbb dolog erre. Úgyhogy most keresem a spatlit tovább. Na tehát, olyan egyszerűen volt a helyén a spatula. És hát ezzel sokkal könnyebb, és nem vágok bele az ujjamba, úgyhogy ennyire szétnyíljon. Mondjuk annyira nem látszik, de ott belül azért látszik, hogy a véremet adtam ezért a videóért. Na. Ennyi is lett volna ugye a letisztítása, spatulával. Többnyire így már egyenes felület. És erre kell ráragasztani a csemperagasztót, és utána lehet rátenni a
csempéket. Úgyhogy most a másik oldalra nem veszem föl, hanem ugyanígy lesz majd a kamera, és látni fogjátok, hogy fölteszem, illetve majd a majd alulra is, ugye az alsó részre a járólapot, illetve a vágását is majd még. Remélem most már az ujjamat nem fogom tehát ketté vágni. Jelenlegi stádium. Mind a két oldalát lecsiszoltam szépre, egyenletesre. És most jön majd ugye az ajzat, amit ugyanúgy, hát ajzat kiegyenítő, nem használom, mert ez csak egy, ezt mi használjuk, úgyhogy nem kell annyira precíznek lennie, csak szépnek. Úgyhogy most ott alul majd megcsinálom csemperagasztóba, arra ráteszem a csempét, vagyis a járólapot, és utána jön az oldalsó rész, de a ajzatnak legalább egy 4-5-6 órát pihennie kell, úgyhogy miután letettem, utána pihenünk egy kicsit, úgyhogy egyelőre ennyi. Ujjamon még mindig ott a szorítókat, és aztán folytatjuk. Szeva! Hogy most azt a részt próbáljuk meg kivágni, hogy jó legyen. Mindjárt mutatom. Elfűrészeljük azt a részt. Megpróbáljuk jól megcsinálni. Ahogy láthatjátok, már annyira haladtam vele. Remélem, hogy jól fog kinézni. Már csak az a kis rész van. Ott alul meg a forgács, úgymond. Úgyhogy most nézzük meg, hogy hogy fog bepasszolni vajon oda. Így néz ki, és visszük be, aztán megnézzük. Ennek azok a problémák, hogy nem ezt számoltam ki, hanem ide teljesen becsúsztattam a küszöb alá, és ugye ott a fal ott előrébb van. Úgyhogy anyagveszteség mindig van, de ez majd esetleg jó lesz ide oldalra, erre a részre felpattentolni. Úgyhogy ezt a csempét, ezt egyelőre félretesszük. És megpróbálunk egy újat vágni, ami hát jó lesz. És úgy próbálom bejelölgetni. Amúgy most, ahogy megnéztem, ugye valamilyen szinten a küszöb alá be kell mennie, ugye a csempének, hogy ez a rész, ez ne legyen itt üresen. Úgyhogy a másikból annyit levágunk, hogy oda pont beillesztődjön arra a sarokra. És ugye ide kell teljesen a küszöb alá betenni magát a csempét, úgyhogy megyünk ki, és megvágjuk úgy, hogy jó legyen. Igen, izzadok, mert dolgozok, bocs. Kb. Azt a részt kell itt még levágni, hogy minden tökéletesen stimmeljen. Úgyhogy most azt vágjuk, és indulás! Most ugrik megint majomba. Oké, nézzük is meg, mi a baj. Igen. Itt ebből kell még egy kicsit vágni, meg abból a részből. Mert ez eléggé ferdének néz ki. Úgyhogy akkor még azt megvágjuk, aztán most már tényleg csak a végkifejlet jön. Szóval ennyire már elharadtam a dologgal. Ott még 6 darab csempét meg kéne még vágni úgy, hasonló módon, mint ott, ugye a WC miatt. Mert itt már nem kell vágni. 6 darab csempe miatt félbe kell itt hagynom, úgyhogy ezt a videót most így fogom föltenni, mivel a fűrész megadta magát,
nem tudom, hogy mivel lehet még odafogatni, majd lehet, hogy valami tixót, vagy valamiben gondolkodok, hogy meg lehetne csinálni. Minden esetre most egyelőre itt vége szakadt ennek a munkálatnak. De sikerült megcsinálnom ezt a szutykot, úgyhogy folytatódnak tovább a mókák, de most már csak a végkifejletet fogjátok látni, ez nem nektek szól, csak akkor így. Legközelebb már csak a végkifejletet fogjátok látni, úgyhogy most nekiállok és befejezem a dolgokat, és legalább a padló rész az már meg lesz. A csempe rész az meg szerintem holnapi napon fog fölkerülni, de azt is szerintem ebbe a videóba fogom összevágni, úgyhogy találkozunk még. Nagyon nehezen végre elértünk idáig, hogy be tudom mutatni, milyen lett a WC. Kicsit lerakom a mobilt, mert eléggé remeg a kezem. Volt egy kisebb fajta idegösszeomlásom, mert nem úgy jött ki, ahogy én terveztem a csempézés és a járólapozás, vagy aki aminek akarja mondani. Kicsit ideges voltam, belevertem a csempébe, ketté tört, felszakította a kezem, és ugye tudjátok, még van ez is, úgyhogy kettő darab sebesülést szedtem össze. Marcika ide ült mellém. Dorombolgat. Aztán most kimegyünk. Marcika, maradj, mindjárt jövök. Kimegyünk, aztán megmutatom nektek, hogy milyen lett a végeredmény, úgyhogy fordítunk a másik kamerára, és megmutatom nektek, hogy milyen, ugye fukázás nélkül még, úgyhogy az majd még holnap fog sorra kerülni, ugye 24 óra a szárazása, úgyhogy még egyelőre csak így néz ki, de szépen majd be lesz fugázva. Hát ilyen lett, ilyen mozaik, ott egy kicsit hátrafelé normális lapok, illetve a WC mögött is mozaik, úgyhogy itt elő tört el lényegében a csempe, meg majdnem a kezem is, mert nem jött ki úgy teljesen, ahogy kellett volna. Eközé még fehér fuga fog bemenni, és majd kíváncsi leszek az összképre, hogy milyen lesz. Hát ott hátul meg majd még el kell kezdeni valamit csinálni. Valamiért forog pedig nincs is bedugva. Na, mindegy. Úgyhogy egyelőre így néz ki. A falra is ugye csempézés lesz. Vagy nem. Mert nem akarok még egy idegbajt, úgyhogy lehet, hogy lesz festve. Nem tudom, hogy ilyen színűre lesz-e vajon lefestve, mint az, vagy mint az a hátsó rész. De ez majd lényegében ki fog derülni úgyis. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy a mai napon velem tartottatok. Én Kredu voltam. Szevasztok! Cigi meg live-ok a videó után nyomjásukot mellé egy like-ot. Gred, megérkezett, jöhetnek a nézők. Itt a Gred, itt a Gred, itt a Gred. Gred, van itt minden egy cigi meg live-ok a videó után nyomjásukot mellé egy like-ot. Gred, megérkezett, jöhetnek a nézők.